Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Jelentős áremelésre készül a vendéglátó szakma, egyrészt az alapanyagok, másrészt a bérnövekedés miatt. Erről is beszélünk a mai műsorban, előtte azonban nézzük, mi mindenről lesz még szó. Katasztrófa védelmi beszámoló. Eredményes volt a 2021-es év. Szezon kezdett, drágább lesz idén a belépő a megyei strandokra. Vendéglátás. Jelentős emelésre készülnek a szállások és az éttermek. Minimálisan, de csökkent a tűzesetek száma 2021-ben a megyében a 2020-as adatokhoz képest. Egyebek mellett ez derül ki a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság beszámolójából. Köszöntöm a stúdióban Varga Béla tűzoltó ezredes urat, a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóját. Jó estét kívánok! Hogyan alakultak ezek a számok? Mit jelent ez a minimális csökkenés a tűzesetek számában? Az öt év átlagát tekintve 4%-kal valóban csökkent a tűzesetek száma. 4500 katasztrófavédelmi műveletet hajtottunk végre 2021-ben. Ennek a kétharmadát a tűzesetek, a tűzeseti beavatkozások tették ki. Ezek elsősorban szabadtéri tüzek voltak, kéménytüzek és különböző közterületi tüzek, és nem beszélve az otthon jellegű tüzekről. Mi volt a legjelentősebb esemény 2021-ben? Mi volt a legnagyobb tűzeset? 2021-ben a Józsavárosban volt egy jelentős tűzünk, és a Fazeglas János téren is, akkor több emeleten keresztül égett a tűz, és ötös kiemelt, legmagasabb szintű fokozatot kellett elrendelnünk, ahol több tűzoltunk több fecskendővel avatkozott be. Szerencsére személyisérés nem történt, így a tüzet meg tudtuk fékezni, és az embereket biztonságos helyre tudtuk vinni. Hogyan látja, mennyire, vagy hogyan alakul akár a lakosság, akár a vállalkozások felelősségtudata, vagy elővigyázatossága a tűzesetek megelőzésében? A vállalkozások köszönve a szigorú rendszeres ellenőrzéseknek egyre jobban jogszabály követőek, de a magánszemélyeknél azért még vannak hiányosságok. A magánszemélyek sajnos még most sincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzgyújtási tilalom, mit jelent az, hogy nem szabad az otthoni hulladékot, nyesedéket elégetni a kertbe, hanem csak akkor szabad égetni a kertekben, hogyha önkormányzati rendelet erről intézkedik, és csak abban az időszakban, amikor az önkormányzati rendeletben ez meg van határozva. Mindemellett említette, hogy a legsúlyosabb tűzeset az éppen egy panel tűz volt, ahol nem kerti hulladékégetésről beszélünk. Itt mire kell odafigyelni? Mi az, ami fokozottan tűzveszélyes lehet, akár lakáson belül? Hát itt mindig a konyhában van a legnagyobb gond. Ott hagyják az ételt a tűzhelyen, ezek a legspeciálisabbak, és onnan térhet tovább a tűz. De nagyon sok még mindig a dohányzás. Elalszanak dohányzás közben, kigyullad az ágynemű, kigyullad a fotel, és így tovább terjed a tűz. És hát elektromos zárlat is okozhat tüzet. Az a harmadik leggyakoribb. Hogyan alakultak a hatósági feladatok a tűzoltóságnál az elmúlt évben? Mi elsősorban a tűzvédelmi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladataink az elsődlegesek az iparbiztonsági mellett és a polgári védelmi mellett. Ezt teszik ki főleg a tevékenységünknek a jelentős részét. Ez köszönhető annak, hogy nagyon sok a beruházás a megyébe, és hát a vízügyi és a vízvédelmi feladatok során is szakhatóságként vagy hatóságként működünk közre a különböző vízfelhasználásokkor és a különböző vízszennyezésekkor. Ebben történt-e valamilyen változás 2021-ben? Speciális évekről beszélünk, hiszen 2021-ben a koronavírus járvány azért jelentősen megváltoztatta a gazdasági tevékenységet is, mint pedig a lakossági mozgásokat is akár. Ezt mutatja is a szakhatósági feladatainknak a csökkenése is. Kevesebb volt, mint 2020-ban. Ez elsősorban valóban a Covid-nak köszönhető, hogy a vállalkozások, a különböző építkezések egy picit csökkentek, ezért kevesebb volt a mi feladatunk is. Mennyi gondot okozott effektíve a tűzoltóság számára, a katasztrófavédelem számára a pandémia, a Covid mint betegség? Hát főleg a célkitűzéseinknek a végrehajtása
komoly problémák ütközött a Covid vírus miatt, mert körülbelül 220 emberünk elkapta ezt a vírust, ami a mi 500-as körüli létszámunknál elég jelentős, szerencsére nem egyszerre kapták el. Ennek ellenére az állomány szolgált képességének, a szervezet működő képességének a megőrzését sikerült végrehajtanunk, így a legfontosabb célkitűzéseinket is sikerült emellett a pandémiás helyzet mellett végrehajtanunk. Említette, hogy nem csak tűzvédelem, hanem vízvédelem is a feladatuk. Ezek hogy alakultak az elmúlt évben? A viharkárok elhárítása, vagy akár a belvizekkel kapcsolatosan milyen tevékenységet folytattak? Szerencsére most 2021 a vízszennyezés szempontjából nem volt jelentős. Néhány kisebb csatornát szennyezett néhány felelőtlen ember. Nem úgy, mint a régebbi, ezelőtti években, amikor Romániából nagyon jelentős szennyezés jött le a Szamos folyón, a Bánya vidékről, akkor ott napokig tartó beavatkozásunk volt, most kisebb helyzetek voltak. Mi ilyenkor elrendeljük a vízügyi vízvédelmi fokozatot, a vízügyi igazgatósággal karöltve pedig megkezdjük a védekezést. Ebben akkor olyan kiemelt jelentőségű feladat tavaly nem volt ezek szerint? Szerencsére nem volt tavaly ilyen kiemelt. Viharkár viszont volt? Viszont volt. Augusztus 1-én ránk köszöntött egy jelentős vihar, körülbelül 800 lakossági bejelentési jelzés érkezett a tevékenységirányító központba, főleg Mátészalkát, Nyíregyházát, Nyírbátort és Fehérgyarmatot érintette. Kisebb épületkárok voltak, de a vasúti forgalmat is befolyásolta. Mennyire tud erre felkészülni a tűzoltóság? És azt látjuk, hogy azért itt az elmúlt években a klímaváltozás elég drasztikus időjárási jelentéseket, jelenségeket tud előidézni. Akár villámárvizek tudnak kialakulni néhány órán belül. Mennyire tud erre felkészülni a tűzoltóság? Kénytelenek vagyunk felkészülni, és ez pedig egy nagyon jó szervezett gyakorlati rendszerrel próbáljuk meg. Különböző szituációs begyakorló gyakorlatokat, helyismereti foglalkozásokat tartunk, ellenőrző gyakorlatokat tartunk megyei szinten, helyi szinten, folyamatosan tréningezzük a tűzoltóinkat, folyamatosak a képzések, a továbbképzések, az új kihívásoknak igyekszünk megfelelni, a litium-ionos akkumulátorok tüzeinek, az elektromos járművek tüzeinek, vagy pedig a napelemes tüzeknek az elhárításában is speciális tudásra van szükség. Milyen a személyi állomány a tűzoltóságnál? Vannak-e utánpótlás gondok? Személyi állomány az kiváló, szerencsére. Utánpótlás gondjaink még nincsenek, minket a fluktuáció olyan nagy mértékben még nem érintett. Olyan 20 fő mozgás van körülbelül évente az igazgatóság állományába, de ezt szerencsére, vagy nem is tudom, hogy inkább szerencsétlenség egy picit az adottságainkból adódóan, mert nyilván nálunk egy picit nehezebbek a munkavállalási lehetőségek, mint Budapesten, ezért viszont a tűzoltói hivatás még mindig igen népszerű a fiatalok körében, és így a hiányokat tudjuk pótolni velük. Mennyire vannak jól ellátva eszközökkel? Egyre jobbak a technikai eszközeink. Az új fecskendő projektnek köszönhetően minden tűzoltóságon vadonatúj fecskendő van, olyan speciális technikai, különleges technikai eszközeink vannak, például egy Commodore típusú páncélozott eszköz, amely téli időjárási körülmények között is jelentős feladatokat tud ellátni, főleg az életmentő konvojba tudjuk őt alkalmazni. Most kaptunk 2021-ben egy új hótolót hozzá, ami jelentősen megkönnyíti majd a beavatkozásokat, hiszen hóhelyzetben is vannak tüzek, vannak bűncselekmények, vannak szülőanyák, vannak olyanok, akiknek rendszeres orvosi kezelésre van szükségük, és bizony ki kell menni értük a terepre, hogyha arról van szó. És műszaki mentésre is szükség van, igen, időnként, akár közlekedési baleseteknél is. Akár igen. Mondjuk speciál ezt az eszközt, ezt nem alkalmazzuk, de a műszaki mentések alkalmával is viharkároknál, közúti baleseteknél, fakidőléseknél, állatmentéseknél, ott vagyunk, segítünk az embereknek, 447 fő sérült meg így műszaki mentések során, 67 főt mentettünk meg, sajnos 13 fő halálozott el a műszaki mentések során.
Egy-egy tűzesetnél mi az, amit sikerként tudnak elkönyvelni, vagy akár egy komolyabb mentésnél? Én már óriási sikernek tekintem azt is, amikor a tűzoltók kimennek, beavatkoznak veszélyes körülmények között, és nem sérül meg senki. Ez egy nagyon jelentős előrehaladás, de ezt tapasztalhattuk akkor is, amikor tömeges jelzésekről kaptunk hírt, amikor 2019-ben, 2017-ben ezer számra sérültek meg a lakóházak ebbe a megyébe, és a tűzoltóink úgy avatkoztak be, hogy senkinek még egy körme se esett le. Legyen ez így 2022-ben is. Ezredes úr, köszönöm, hogy befejezett. Én is köszönöm szépen. Júliustól jelentősen drágulhat a strandolás a megyében is. A jegyárak növekedését főleg az energiaárrobbanás és a munkabérköltségek emelkedése indokolja. Megyékben magas volt a nyári szezonban az Ukrajnából érkező turisták száma, a háború miatt azonban vélhetően velük idén nem számolhatnak az üzemeltetők. Még nincs a helyén minden kilépő műanyagborítás a sóstói kültéri medencék mellett. És víz helyett egyelőre csak száraz falevelek találhatóak a pancsolóban. Van még idő befejezni a felújításokat, június 3-án nyitja meg kapuit a parkfürdő. A pandémia alatt sok nagyobb munkát elvégeztek, ez pedig jelentősen megkönnyítette az idei szezonkezdést. A burkolatjavítást és a fugázást viszont így is meg kellett csinálni. Ettől korábban május 20-án már nyit a tófürdő. A felkészülés egyik utolsó simítása a kerti munkák elvégzése. Leghamarabb a tófürdő fog nyitni május 20-án. A tófürdőn szokásos éves felkészülés jegyében szokásos burkolási munkákat végeztük el, palatetőt mossuk, kertészkedési munkák zajlanak. Kialakítottunk egy kis pancsolót a homokos parton a legkisebb gyermekeknek, úgyhogy alapvetően igazából a tavalyi állapotában apró kis láncfelvárásokkal fogunk készülni, és május 20-án az első ilyen egységünk lesz, ami most megnyílik. Június 3-án fogja megnyitni kapuit a parkfürdő, a második ilyen szabadtéri egységünk itt a Sóstón. Lényegében a szokott felkészülési rendben történt idén is a felkészülés. Ugye az elmúlt években a pandémiás időszakban elég sok olyan munkát elvégeztünk, ami hála Istennek az idei évet könnyítette. Nyilvánvalóan a medencéknek a burkolatjavításai, fugázások azok idén is megmaradtak, de hála Istennek idén nagyobb beavatkozást nem kellett elvégeznünk. Illetőleg ezen a héten a szokott éves záratartási időszakunk van, hétfőtől csütörtökig. Itt az éves vízcseréket szoktuk ilyenkor megoldani, a szűrőtartályoknak a rendbetétele is egy-két olyan munka, ami már csak leállás mellett valósítható. Meg ilyen például a háttérben az akvárius főbejáratának a faszerkezetének és a tetőnek a felújítási munkálatai zajlanak, ezek ma már befejeződnek, és pénteken újra megnyitjuk az akvárius élményfürdőkapuit. A bejáratnál még a korábbi árak láthatóak, de ez változni fog. Június 30-áig áremelési stop van, június 30-át, tehát július 1-től tervezünk áremelést, ennek a pontos mértéke még nincsen meghatározva. Látni kell, hogy az elmúlt két évben nem történtek áremelések, úgyhogy most két évnek az áremelése várható. Átlagosan egy olyan 20% körüli áremelést azt tervezünk. Nyilvánvalóan ezek minden jegytípusban máshogy csapódnak, tehát ez nem egy ökölszabály, illetőleg minden egységben eltérően történik meg az áraknak a meghatározása, hiszen különböző szolgáltatási színvonalak mellé különböző árakat fogunk rendelni. Vásáros Naményban is készülnek a strandszezonra. A Gergely Ugornyai partszakasz részben megújulva várja a pihenni vágyókat. Az Atlantika Vízividám Park megszüntette működését, arról tudni kell, hogy ez egy önkormányzati tulajdonban lévő terület, ugyanakkor az eddigi olasz család, aki üzemeltette 20 éven keresztül, úgy gondolta, hogy most már neki nem gazdaságos működtetni ezt, és visszaadta önkormányzatunknak a területet, mi pedig szomorúan láttuk, hogy igen, lelakott állapotban van, így most várnunk kell az Atlantikával. Ugyanakkor nem adjuk föl, hiszen tudjuk azt, hogy Gergely Ugornya ikonikus szerepet tölt be a megye életnek a turizmusában, épp ezért várjuk idén nyáron is Gergely Ugornyára, mint
mintegy június közepétől azokat a vizitúrázókat, kerékpárosokat, akik meglátogatnak majd bennünket is, persze az esték, a szombatesték is mozgalmasak lesznek. Készülünk, hiszen a képviselőtestület magáénak érzi a Gergely-Gornyai Tiszapartot, elkezdtük a tereprendezéseket, megtisztítottuk a partot. Örömmel jelzem, hogy több turisztikai projektünk a végéhez érkezik, van olyan, amelyik még nem, de egy teljesen új játszótér is épült, több épületet sikerült megújítanunk, a Bereg szíve üdülőközpont pedig várja a kerékpárosokat és a vízitúrázókat. Emellett természetesen kiemelkedő látványosságunk és a nyaralni vágyók egy közkedvelt helye a Bereg központjában, Bereg szívében a Silva Wellness és termálfülő, amely tavaly egy termálmedencével bővült, idén pedig egy gyermekmedencével szeretnénk fejleszteni. Nagyon komoly az érdeklődés a Silva fürdő iránt, meglepetés számunkra is, hogy a bevételei és a látogatottsága is növekedett az elmúlt időszakban. Gondolom ez a kicsi mérete mellett annak köszönhető, hogy családias, baráti, tiszta, rendezett körülmények között fogadjuk és várjuk vendégeinket Vásárosnaményba. A Nyírbátori strandon egy kültéri medencét jelenleg is használhatnak a vendégek. Vannak azonban olyan medencék, amelyek felújítását ezekben a napokban végzik a szakemberek. A strandnyitásra szeretnénk az élménybelencét abszolút teljesen felújítani. Ezen kívül két kinti termálbelencénk van, azoknak is a hiányzó csempét, illetve egyéb hibáit a szezonnyitásig, május 28-áig szeretnénk ezeket is befejezni. A Nyírbátori fürdő egyébként nagyon népszerű a román vendégek körébe, vidékiek, de természetesen a nyírbátori körében is. Hát sokkal jobb szezonra számítunk, mint 2020-ben, illetve 2021-ben. Április azon nagyon-nagyon jó számok tudott produkálni, mind a fürdő és a hozzátartozó camping is. Nagyon bízunk benne, hogy a szezon az jó lesz, de nyilván ez függ az időjárástól is. Dickó József elmondta, hogy különböző kedvezményeket biztosítanak a helyi lakosok számára, arról pedig június 30-a után születik döntés, hogy milyen mértékben kell majd emelni a belépők árait. A strandok mellett jelentős áremelésre készülnek a szállók és az éttermek is. Az oka ugyanaz, az anyagköltség és a bérköltség növekedése. Krivács Andrással, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökével Iván Aurél beszélgetett. A 35 perc vendége Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét, üdvözlöm a nézőket. Indul a szezon, vagy hát a nyári szezon inkább így, de most nem olyan vidáman, mint ahogy szokott, hiszen jelentősen nőttek a költségeik. Pontosan milyen költségek nőttek, és mennyivel, ha már így lehet a szezon elején látni? Minden is nőtt. A legnagyobb számban, a legnagyobb százalékos számban az energia, ugyanis mi már piaci áron kapjuk november végétől az energiát, ez elektromos áram, gáz. Ezek ötszörösére, illetve háromszorosára nőttek, de minden olyan alapanyag, amelyet használnak éttermek, szállodák, ezek mind 20-25-30-35%-kal növekedtek szépen lassan. Most azt értük el, hogy nincsenek heti árak vagy havi árak, amelyet tudunk kalkulálni, hanem naponta frissülő árakkal találkozunk. Igaz, egy picike remény sugár az van az alagútban mindig, és ez nem a vonat, amely jön szembe, hanem talán a lapocska. Az elmúlt napokban egy picikét, minthogyha mérséklődtek volna az árak, százalékosan 3-4-5%-kal estek vissza. De hát ezt nem lehet tudni, hogy ez meddig tart, illetve hát a szakmai szervezetek elkezdtünk tárgyalni a beszállítókkal, hogy meddig tudjuk majd mi is érvényesíteni az árainkat, ugyanis egy nagyon egyszerű gazdasági megközelítés, hogy minden vállalkozás azért jött létre, hogy profitot termeljen, és jelen pillanatban, hogyha nem jutunk volna hozzá az árakhoz, és természetesen azok az árak, amelyek ránk a két vállunkat, vagy a vállalkozásaink vállát nyomják, azokat mi is tovább emeltük a listárainkat, akár egy szállodai listárat, vagy éppen az étlapos árakat az éttermekben. De hát ki tudja, hogy meddig lehet ezt érvényesíteni. Azt látjuk, hogy a szép kártyáról nagyon szépen fogynak a pénzek. Az elmúlt 3-4 hónapban szerintem minden csúcsot és rekordot megdöntött a szép kártyáról. Az értékesítés mind a szállodákban, ezért nőttek a vendégészak, a számok, nagyon szép mutatói vannak jelen pillanatban a turizmusnak. És az előfoglalásoknak megfelelően azt látjuk, hogy a tavalyitól sokkal jobb
nyár elé nézünk, tehát egyik oldalon keserű a szőlő, másik oldalon pedig süt a nap, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy lehet összeboronálni ezt a kettőt. Lehet azt már látni, hogy mondjuk az anyagköltségek meg az ilyen járulékos költségekkel mennyivel kell esetlegesen emelni az árakat? Vagy ez tényleg az a beszerzésektől is függ? Hát ez mindentől függ, de ebben az évben háromszor kellett az áremeléshez nyúlni, mint egy szabályozó tényező. 25-30 volt, aki 40%-kal emelte az árait, nem csak a szállodaszektorban, hanem az éttermi szektorban is. És az a helyzet, hogy a Covid idején beszéltünk egy árspirálról, amely egy árcsökkenést hozott magával, ez nem volt egyenes arányos a minőséggel. Most ugyanez az árspirál fönt áll, csak itt nem csökkennek az árak, hanem nem emelednek az árak némely esetekben. Több vállalkozás megpróbál kitartani, megpróbál időt nyerni, ameddig a raktárkészlet engedi, de ez az, hogy mondjam, közgazdászként, vagy szállodai, vagy éttermi szakemberként, hogy ez egy rossz befektetés a jövő szempontjából, ugyanis tényleg ez a minimum fedezeti pontot, hogyha nem érjük el, akkor előbb-utóbb be kell, hogy zárjuk az ajtót, és ez azért ez nem biztos, hogy másfél év zárás után, Covid technikai zár után egy következő másfél évet kibír egy vállalkozás negatív spirálba. Szó esett a Szépkártyáról, meg ugye februárban volt egy jelentős kiáramlás, ugye a családosok visszakapták a személyi jövedelemadójukat, tehát lehet, hogy van pénz a családoknál. Tehát azt akarom igazából kérdezni, hogy mindig csak az ár dönt a családoknál, hogy választanak, hogy ide mennek, vagy oda, vagy a minőség is, vagy a helyszín is. Tehát azért van egyfajta mozgástere a vendéglátó szektorban dolgozóknak. Igen, én úgy gondolom, hogy az a három tényező, az élmény, a nyugalom, a biztonság szerepe, ez még mindig mindenek felett, és természetesen az ára negyedik. De hát itt, hogyha tovább csoportosítjuk, akkor itt a legelső mindig a higiénia, az a legbefolyásosabb tényező, ami szerint választanak most jelen pillanatban az utazók, illetve az étteremben járók. 99%-ban a válaszadóknak, amikor mérjük ezeket a kérdéseket, hogy miért pont azt a desztinációt választja, vagy miért pont azt az éttermet választja, akkor az élmény, a nyugalom, a higiénia, a biztonság, ez mindig szerepel. És majd csak valahanyadik helyen áll az ár. Igen, a negyedik, ötödik helyen áll folyamatosan az ár. Ez az árkérdés, ez folyamatosan hullámzik, de soha nem az első három helyen. Ugye beszéltünk arról, hogy mi minden ennek az ára emelkedett, de a bérköltség is emelkedett jelentősen, ugye már csak azzal is, hogy a minimálbér is nőtt 2022-ben. Hogyan állnak most a munkaerő tekintetében, mennyire van megfelelő minőségű és mennyiségű ember? Én úgy gondolom, hogy ez kezd kiegyenesedni az elmúlt három évben, hogyha visszatekintünk mondjuk 4 évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen ború, megint csak. Ugyanebben a stúdióban ugyanígy talán együtt beszélgettünk, és akkor említettem, hogy egy 4-5, talán 8 év kell annak, mire ez kezd kiegyenesedni, de most már lehet látni ennek is a végét. Egyre több szakember jön ki az új szakképzési műhelyekből, centrumokból, és azok a gyerekek, ezek a kollégák, akik kijönnek az új képzés keretében majd 2-2.5 év múlva, ők már egy teljesen másfajta szakképzésben vesznek részt, sokkal több időt töltenek a gyakorlati helyen, és ezek a gyakorlati helyek be tudják idézősen nevelni úgy az új kollégákat a rendszerbe, hogy ne legyenek pályaelhagyók. Eddig egy gyakorlat arról szólt, hogy egy hetet a gyerek a munkahelyen volt, egy hetet az iskolában volt, most a legrosszabb esetben is 10 napból, A és B hétből 8 napot van a munkahelyen, 2-3 az iskolában, ott megtanulják a készségtárgyakat, az összes többit, ami kimondottan gyakorlatorientált, azt pedig a munkahelyen sajátítják el, sokkal jobbá vált a rendszer ezáltal. Sokan megpróbálnak pálcát törni az új rendszer fölött, de én úgy gondolom, hogy ez a jó út, ezt kell folytatni, és azért is egy jó út, ugyanis itt a vállalkozások mondták el, hogy mit szeretnének ettől az új szakképzéstől. A vállalkozások mondták el, vagy szerették volna elmondani, hogy mi az, amire föl kellene építeni a tananyagot. Nem a 60-as, 80-as éveket, már mint hogy 1960 és 80-as éveket kellene megtanítani, hanem a modernkori szemléletet, egy 21. századi idegenforgalmat, turizmust, gasztronómiát. Ugyanis ezek a kollégák, amikor kijönnek a munkaerőpiacra, ezek a fiatal felnőttek, akkor ők pontosan ezzel találják magukat szembe, hogy olyan technológiák vannak egy közepesen jó, vagy egy közepestől jobb étteremben, amelyet nem biztos, hogy a gyakorlati helyen ők
valamikor is el tudtak sajátítani. Most pedig szabad a pálya, mindenki oda megy gyakorlatra, hova szeretne, és hogyha a szülő, a gyerek, illetve az iskola, a szakképző centrumok, a vállalkozások közös akarattal jó helyekre tudják ezeket a gyerekeket kitenni gyakorlati helyre, abba a 2-3 évben, amelyet ott eltöltenek, akkor biztosan állítható, hogy ezek a gyerekek nem lesznek pályánhagyók, és időben egy kompetenciamérésen megfelelve a legjobbat lehet belőlük kihozni. És nincs meg az a veszély, hogy ha ilyen jó felkészült fiatalok vannak, akkor azonnal elszívja a nyugat-európai piac őket? Nem gondolom, akkor a bérrobbanás volt a piacon, hogy nem érdemes most meg kimenni Nyugat-Európába dolgozni. Ott is volt Covid, ott is a gazdaságnak post-Covid szindrómája van, hozzájött még ez a háború. Sehol nem rózsás a helyzet most a turizmus idegenforgalmi iparágban vagy fejlesztési ágban. Én azt gondolom, hogy versenyképes fizetéseket tudunk most már adni, nem csak Magyarország nyugati oldalán, hanem most már keleti oldalon is, itt Nyíregyháza környékén is. Az a horribilis fizetéseket visznek haza vendéglátásban dolgozók. Egy fontos kérdés még a nyáron, ugye említette, hogy a belföldi foglalások száma az egész jónak néz ki. Külföldiekkel hogyan állunk? Szomszédban van a háború, ezt a megyét, ezt ilyen tekintetben is leginkább érinti, hiszen gondolom, hogy az ön szállodájában is sokan voltak annak idején Ukrajnából. Most gondolom, hogy kevésbé, vagy nem tudom. Sokkal kevesebb, szinte nulla felé mutat az Ukrajnából elmenekültek, vagy éppen a háború elől el. Menekülteknek az aránya szinte a nulla felé mutat. Az első 10 nap az brutális volt és borzalom. Síró anyukákat, síró gyerekeket lehetett látni nap mint nap. És szintén 0% felé mutat azoknak a vendégeknek az aránya, akik a határközeliség miatt mondják most már le a foglalásaikat. Nyugat-Európában teljesen más a szitu, ha lehet így mondani. A nyugat-európai turisták, akár osztrákok, németek, franciák, vagy éppen a Szigetországból érkező, a angliai Írországból érkező turisták, ők sokkal kevésbé foglalkoznak azzal, hogy mennyire közeli a határ, őket ez nem érdekli. Magyar vendégek részéről talán 1-2%, de inkább nulla felé mutat, mondom ennek az aránya is, akik elgondolkodnak rajta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ közelsége, illetve határossága az némi reputációs problémát fogalmaz meg feléjük, de egyre kevesebb ez is, tehát nem nagyon foglalkoznak nyaralás szempontjából ezzel az üggyel, hogy mennyire közeli az ukrajnai helyzet. A pandémia idején inkább a vidéki célpontok voltak erősek, és a budapestiek kevésbé. Ugye jön egy országos szövetségnek és az elnöket, tehát ilyen tekintetben kérdezem, hogy ez az arány visszaállt-e már, vagy még mindig a vidéki célállomások erősebbek, mint a budapesti lehetőségek? Mind a kettő igaz. Budapest és a Balaton azt köszöni most már teljesen jól lesz, vagy jól van. Köszönhető itt nagy országos vagy világeseményeknek, mint a Giro d'Italia, amely most volt az elmúlt 3-4 napban Budapest, illetve Nyugat-Magyarország reflektorfényben, akár a nyugat-európai televíziókat, bármelyiket kapcsolgatta az ember napközben, vagy éppen a híreket nézegette, akkor mindenhol megemlítették Budapestet, Kaposvárt, a Balatont, illetve a vízes VB is hamarosan kezdődik, ezzel több százezer vendégészakát fog majd magáévá tudni Budapest, illetve a Balaton is. Én azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek még mindig nincsenek egyenes arányban a vidéki szállodáknak a számaival. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben még mindig belföld lesz az új külföld, és nagy számban a magyarok még mindig Magyarországot fogják használni, és erre is biztatunk mindenkit. Mert hogy ha vendég van, akkor minden van, és a magyar gazdaságnak ezen szektora is vissza tud erősödni, talán egy 2024 végére, közepére, arra szintre, nem csak jövedelmezőségben, hanem vendégészakák számában is, vendégszámban is, amelyet 2019-ben a Covid ketté vágott. Egy kis kérdés, mégis a megye hogyan fog szerepelni idén, hogy látja? Mennyire, hát nyilván nem tudjuk fölvenni a versenyt sem Budapesttel, sem a Balatonnal, de hát azért itt is van egy Tokaj közelsége, meg hát maga a megye is gyönyörű. Hát én nem gondolom, hogy nem tudjuk fölvenni a versenyt, ha minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy ebből a torta szeletből minden nagyobbat tudjunk kiszakítani, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem mondjuk, hogyha kicsit lokálpatrióta vagyok, akkor a Középnyírség.
Nagyon sok programot indítunk, nagyon sokszor beszélünk róla, hogy mennyire gyönyörű Szabolcs-Szatmár-Bereg megy, és hogyha megnézzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az elhelyezkedését, megnézzük a határmentiségét, azt, hogy akárhova megyünk ki a határon túl, mégiscsak hazamegyünk, saját magunkhoz megyünk, a népeknek az együttélése egy olyan gazdasági, kulturális és gasztrokulturális mozaikot alkot, amely minden egyes megyétől megkülönbözteti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Úgyhogy én azt gondolom, és azt tanácsolom a megyei szolgáltatóknak és a vendégeknek is, hogy ha kikitekintenek mondjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határain túl, akár keletre, akár nyugat részekre vagy délre, azért jöjjenek haza, és akkor itt legyünk mi sokkal fantasztikusabbak, mint bárki más, az ország más szolgáltatója is mondjuk, ha elmondja ezt magáról, de tényleg én azt gondolom, hogy minden idők legjobb turizmusa lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 2022-ben, és 2024-ben szerintem vezető desztinációja lesz az országnak. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Így lesz, köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új adással, legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!